Egon Hitel ZRT Rózember Barbara vagyok. Halló. Halló, jó napot kívánok, Rózember. Jó napot kívánok, Szent Izabella vagyok, Toronto, azt szeretnék mondani, érdeklőd, egyreközben szeretnék el elvámolni Egon Hitelről. Milyen hitelről? Hát én szeretnék már ilyen hitelt felvenni. Szabad felhasználású hitelünk van, ami ingatlan fedezettel együtt adható. Illetve a legalacsonyabb összeg 1 millió forint, ilyenre gondolt? Hát, hogy szeretném felvenni, ugye a Szenti Sándorné, ugye, ugye az Ábalgon biztosítót fizetik az öcsém. És szeretnének felvenni ilyen Ábalgon hitelt a lakás rendbehozására. Akkor ezt ön szeretnék felvenni, vagy az öccsel? Hát én a nővére vagyok, ugye én kismama vagyok, én nem vehetek fel, én úgy tudom. Egyházban az egészünknek a családi biztosítása. Tehát akkor egyházban laknak? Igen. És kik a tulajdonosai az ingatlannak? Hát a ház tulajdonosa Tandi Sándor, ami az édesanyám. Tehát az édesanyjuk? Igen. Értem. Mennyit ér körülbelül ez az ingatlan? Hát mindjárt megmondom, inkább adom az valót, mert ő jól van, tudja érti, mint én. Jó, rendben. Jaja. Jó napot kívánok. Üdvözlöm, Rózember Barbara vagyok, Egon Hitel ZRT. Azt kérdeztem az előbb, hogy körülbelül mennyire érhet az ingatlanuk? Mennyit ér az ingatlan? Hát egy 2 millió forint. Azt mondja, 2 millió forint. Ebben az esetben nem fogok tudni sajnos segíteni önöknek, minimum 4 milliót kell, hogy érjen az ingatlan. 4 milliót. 4 millió. Szóval után mennyit kell fizetni? Miután? Hát. Nem 4 milliót hitelezünk, 4 milliót kell, hogy érjen az ingatlan. Igen. De csak akkor tudunk adni hitelt, hogyha az ingatlan eléri a 4 milliót. Érti? Igen. Mennyit tudnának adni? Hát, miután az ingatlanjuk 2 milliót ér, és nem éri el a 4 milliót, ebből adódóan sajnos nem tudjuk megfinanszírozni. Gyere! Na tessék, mondja! Üdvözlöm. Hát például szárja a probléma, hogy az ingatlan nem éri el a 4 millió fillért értéket, hanem hogy csak 2 millió, ebben az esetben nem tudunk rá hitelt adni. Igen, de hát az a lényeg, hogy nekünk nagyon nagy dologra lenne szükségünk nagyobb pénzösszegre, de ugye a kettőt mindent meg kell csináltatni kívülről a házat, befuszolni és beburkolakozni, és az ablakokat is el megyünk cserélni. Én ezt értem, viszont az ingatlan nem éri el a 4 millió forintot. Hát, amúgy én ugye Szambiza Bella vagyok. Teszi? Hát, ha 4 millió után azért mennyit kéne fizetni a... Nem érti, tehát 4 milliót tudok adni. Mert csak akkor tudunk rá bármennyit adni, hogyha például mondjuk, hogyha ön el tudná adni 4 millióit ezt az ingatlan. De most mondták, hogy csak 2 milliót ér ez az ingatlan. Hát, úgy volt, hogy 2 millió forintot, nem 2 millió forintot ér a ház. Hanem mennyit ér a ház? Hát a ház nagyon sokat ér, mert nagy a tele, nagy a kert. Olyan 14 millió forintban van benne a ház. Tehát akkor 14 a millió. A kerettel együtt. Tehát akkor 14 milliót ér a ház? Igen. Ugye csak nekünk az a lényeg, hogy nagyon sokat megrepedett ezt a lakás, és minden túlba szeretnénk tenni, rendbe hozni. Az anyagokat... Ja, és mekkora összegre lenne szükségük? Hát egy 4 millió forint után azért kérdezem, mert hogy mennyit kéne fizetni. Mindjárt megmondom. Hol van ez az ingatlan? Igen. Hol van ez a ház? Tolom, Török is van, a kettőbe. Toront? Torontban, igen. Legyen kedves, segítsen ott a lakosság, 2000-nél több vagy kevesebb? Tessék? 2000-nél több vagy kevesebb van ott lakossága? A lakosság már 2001, vagy 1975-től laknak itt a szüleim.
Attól tudtuk, ha az 1971-ben is nagyon szóval. Hányan laknak? Tessék? Tessék, mert még ugye nem született meg a pici baba, a hasamban van. Az egész faluban hányan laknak? Hát most ugye van a dajú. A faluban hányan, nem, azt értem, hogy önök hányan, hogy ötel laknak, de a faluban hányan. Hányan laknak? Nem, a faluban. A faluban? Nagyon sokan. Sok ház van itt a faluban, fönn a dombon, ahol a torony van. Oké. Jövedelmet bármelyikőjük tud igazolni? Tessék? Jövedelmet bármelyikőjük tud igazolni? Hát a jövedelem ugye egybe valami 200 ezeren föl van, ugye egybe kapja az anyuszikám a folyószámlán. Sandiné. Rendben. Jó. Milyen, mennyi időre szeretnék visszafizetni a hitelt? Hát azt tudjuk, hogy hány hónapra lehet fölvenni ezt a hitelt. A leghosszabb futamidő, ez 25 év. 25 évre, és akkor a 25 évre szeretném kérni, és akkor az a 25 évre mennyit kéne fizetni? Ha 4 fiút vesznek fel 25 évre, 30.400 forintól indul a szervező. Igen. 34.000? 31.000. 31.000, akkor ez jó lenne. Jó, akkor 31.000 ki tudják fizetni? És mikor? Hát most kéne fizetni. A 30-as? Nem, a 31.000 forint a folyamatos törlesztő részlet, amit 25 éven keresztül minden hónapban ki kell fizetni. Hát minden hónapban ki kell fizetni, és akkor a hittart, amit gondolom, hát ezt akkor kell kifizetni, ezt a 31.000 forintot, mikor már megkapták a hitelt. Ja, értem, aranyos, amikor megkapom a hitelt, és akkor kell kifizetni ezt a 31.000 forintot. De minden hónapban van. Igen, minden hónapban ki tudjuk fizetni 12-től a 4 millió forint után a 31.000 forintot. Jó, rendben. Vannak viszont költségei is ennek a hitelnek. Mindenféleképpen szükségük lesz egy tulajdoni lapra, meg egy helyszínrajzra. Igen, értem. És akkor most ha kijönnek ide a házra, majd hogyan? Csináljuk azt, hogy be tudnak menni hitelcentrumba, vagy üzletkötőt küldjünk ki önöknek? Hát tudjanak ki nekünk ez ügyvédet, mert az amit én nem tudok járni, hogy egy inkluziós kezelés alatt van. Nekem is van egy első osztályos kisfiam, akiért mennem kell a suliba. Hát én is értetek, kismama is vagyok. Azt én értem, ügyvédet semmiképpen nem tudunk küldeni. Egy kollégát tudunk kiküldeni, akkor küldenek ki egy kollégát, és a kolléga megcsinálja a papírokat. Hát egy részét meg tudja csinálni, de szerződéskötésre mindenképpen hitelcentrumba be kell, hogy menjenek. Hát igen, ezt ki tudnak élni, mert egész nap itthon találnak bennünket a lakásba is. Még egyszer, tehát hitelcentrumba szerződéskötésre önöknek kell befáradni. Ez hol van? Hát segítsen egy kicsit, mondjon egy megyeszék helyet, ami önökhöz legközelebb van? Hát én Toromba lakok. Azt értem, mi van önhöz közelebb nagyváros? Hát én nem tudom, az anyutok kéne megszervezni. Kérdezze meg a mamáját. Tessék. Azzal legyen kedves üdvözlöm segíteni, hogy önökhöz melyik nagyváros van közelebb, megyeszék hely? Közel! Tomba! 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 Jó! Jó, rendben! Hogy legelőször ugye jön az olat? Jó. Tehát akkor... Nem mondja, én Budapesten vagyok, és én ezt így nem fogom tudni. Tehát azért kérdeztem, hogy Szombathelyre kell majd bemenni szerződést kötni, ezt meg fogják tudni oldani? Jó! Az meg lesz? Igen, már. Jó, akkor viszont kell nekem néhány adat, viszont ki fogja felvenni a hitelt? Ki lesz az adós? Hát azt mondom, hogy nem tudom, hogy most megmondani, mert ugye én egybe kaptuk a családban az egész pénzt számlámban. Nem azt kérdeztem, azt, hogy ki fogja felvenni. Igen, ki lesz az adós? Azt mondom, hogy hány éves kortól lehet ezt a hitelt felvenni. A dolog lényege az, hogy a hitelszervezőnek be kell tölteni a 18. életévét. Hát én viszont, amúgy 36 éves vagyok.
Igen. Az öcsének 32 éves. Az öcsének van igazolható fizetése? Hát nem fizetése, ilyen rokkant nyugdíjas. Kinek van a családban fizetése? Ami a minimálbért. Rendes nyugdíjas. Senki nem dolgozik a családban? Igen, ő rendes nyugdíjas. Senki nem dolgozik a családban? Nem. Kicsit türelmét hadd kérjem. Köszönöm a türelmét. Mekkora nyugdíjat kap a testvére? Tessék? Mekkora nyugdíjat kap a testvére? Mennyi a Saminak a nyugdíja? Te a jövedelemnek mennyinek kell megvenni? Hát a minimálbérnek. A minimálbérnek mennyinek kell megvenni? Hát ezért kérdezem, hogy mennyi a jövedelme, mennyi az, ami bejön? Hát ezt tudom, hogy a takarésztövesztetekbe tudják kiadni, mert én nem tudom az öcsémnek menni a minibére. Mert úgy, hogy ez, annyit tudok, hogy az enyém 58. És neked az 58, ez micsoda? Ez ugye van a családi portlét. Jó, az nem lehető. Jó, az nem jó. Meg 58 ezer forint a rokkantsági. Értem, jó. Akkor mindenféleképpen, akkor maradjunk annyit, hogy első neki futásra az édesanyja adatait szerintem elkérni. Mondom, hogy mire van szükségem, jó? Jó, édesanyám. Tetszik. Üdvözlöm, az ön adataira lenne szükségem. Fog nekem kelleni egy név, egy telefonszám, egy pontos cím és az adószáma. Adom a számomat. Mindjárt hozd az adószámomat. Harmad többen születtem, november 20. Édesanyám Horváth Mária. Mondom, hogy mire van szükségem. Az ön nevére van szükségem. Standi Sándorné. Standi? Igen, Sándorné. Rendben. És mondjon nekem egy telefonszámot, ahol el tudjuk önöket érni. Köszönöm. 352-735. 352-735. Oké, és milyen körzet? Torony. Milyen körzet? Körzet. 94. Körzet 352-735. Oké, egy pontos címet is mondjon nekem. Torony. István utca 2. Török István utca 2. Rendben, egy irányító számot is mondjon nekem. Tessék? Irányító számot. 97-91. 97-91. Megmondom a Májának az adószáma? Az adószámát, az adókártya számát. Mindjárt mondom. Azaz. Mindjárt megkeresem, jó az a PEN kártyája. Oké. Okay. Meg is van az adonósító jele. Hallgatom. Az adókártyának, igen, az adóigaz 82. Igen. 51. 59. 31. 15 a legutolsó. 15, visszaolvasom, rendben? Jó. 82, 51, igen. 59, 31 és 15 a vége. Igen, jó. Rendben. Önnel fogjuk tartani a kapcsolatot? Ezt keressük? Igen. Rendben, az ön nevét is hadd kérjen. Standi Isabella. Standi Isabella. Oké. Rendben, át fogom adni akkor egy üzletkötőnek, ő fel fogja hívni önöket, és akkor egyeztetnek egy időpontot, és elmegy önökhöz. Rendben? Jó, rendben. Oké. Fogja majd hívni egy másik kolléganő is, ő telefonon keresztül fogja segíteni önöket a hitelfelvétel során, jó? Jó.
Ha valamilyen kérdésük van, nyugodtan csörögjenek ide, és akkor nagyon szívesen segítek, rendben? Jó, rendben, jó, köszönöm szépen, addig, és viszont hallásra. Viszont hallásra.